Minden szentek, tömeg, óriási forgalom és menetrendváltozás várható az ünnepkor. A kaszás az út szélén. Új táblákkal hívják fel a figyelmet a motorbalesetekre. Párkányi fürdő. Közel 2 millió euróból épül a Párkányi Vadasfürdő új élménymedencéje. Köszöntöm nézőinket, Önök a Régió Televízió Esztergom térségi híradóját látják. Lássuk, mivel készültünk Önöknek. Óriási a választék a koszorúkból és a mécsesekből is a legtöbb virágüzletben. Sokan már egy héttel az ünnep előtt kilátogatnak a temetőbe, és rendbe rakják hozzátartozóik sírhelyeit. A rendőrség fokozott türelmet kér az autósoktól, halottak napján ugyanis egy átlagos naphoz képest is megsokszorozódik az utasforgalom. A buszok menetrendje is változik, a tömegközlekedők a társaság honlapján tájékozódhatnak a változásokról. A szülei sírját teszi rendbe Julika néni. A 80 éves idős asszony egy hónapban többször is kijár a temetőbe. Szorgalmasan gondozza a férje, édesapja és édesanyja nyughelyét. Letisztítom a levelekből, kicsit átkefélem, hoztam egy kis hipót azzal is, hogy ez a sok szürkeség oldalán a fölverődött földet letakarítom, amit ilyenkor szokás megillik. Minden szentekhez közeledve a temetők látogatottsága többszörösére nő egy átlagos naphoz képest. Sokan már hetekkel az ünnepek előtt megkezdik elhunyt hozzátartozóik sírjainak rendbetételét. Halottak napja alkalmából is minden szentekkor a temető látogatottsága nagy mértékben megnő. Már az előtte lévő napokban, hetekben megkezdődnek a síroknak a rendbetétele. Ilyenkor a családok kijönnek, rendezik a sírok karbantartását, és november 1-én már csak a gyertyát, mécseseket jönnek el meggyújtani. Gőzerűvel készülnek a virágboltok is az ünnepekre. Ebben az esztergomi virágüzletben mécsesekből és koszorúkból hatalmas a választék. Mécses kapható 30, de akár több száz, sőt több ezer forintért is. November 1-én és az őszi szünetben a menetrendek módosulnak. Nem csak a helyközi járatok, hanem a volánbusz üzemeltetése alá tartozó helyi járatok menetrendje is módosul. Egy átlagos hétvégi naphoz képest ilyenkor többszörösére nő az utasforgalom. Éppen ezért a társaság arra kéri a tömegközlekedőket, hogy időbe tervezzék meg az útjukat, és mindenképpen tájékozódjanak a megváltozott menetrendekről a Volánbusz honlapján. Nem csak a busztársaságok, a rendőrség is fokozott figyelemre hívja fel az autósok figyelmét a megnövekedett forgalom miatt. Akinek van rá lehetősége, időben induljon el, hiszen az utakon ilyenkor megnövekedett forgalomra kell számítani, lassabb haladásra, ezért az utazásban a korábbnál megszokottaktól eltérően több percnyi, akár órányi csúszás is bekövetkezhet. Amennyiben személygépkocsival, gyalogosan vagy tömegközlekedéssel közlekedünk, minden esetben annyi készpénzt és értéket vigyünk csak magunkkal, amennyi mindenképpen szükséges az utazásunk feltételének biztosításához. A Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság szóvivője nem csak a megnövekedett autós forgalomra, a lopások gyakoriságára is felhívta a figyelmet. Gányai Balázs arról is beszélt, hogy értéktárgyainkat semmiképpen se veszítsük szem elől, amikor az ünnepek alatt a temetőbe kilátunk. A sütőhöz közeli Alsó Vadácson lombkorona ösvényt és vadászpanziót adtak át október 25-én. A budapesti erdőgazdaság közjóléti beruházásainak keretében valósultak meg ezek a fejlesztések. A süttői általános iskolások is részt vettek az átadón, egy erdei tanúra keretében próbálhatták ki a lombkorona ösvényt. A megyei kormány megbízott szólt sokszínű megyénk értékeiről, amiben számos természeti érték is van. Kanc Csaba fontosnak tartja, hogy a felnövekvő generációk is ismerjék és védjék a természeti értékeinket. Külön kiemelte a turizmus fontosságát ennél a beruházásnál is. Nagyon örülök annak, hogy itt a turizmus is helyet kap, hiszen ahogy elhangzott, akár a vadászházban, akár itt ezen a helyszínen nagyon fontos turisztikai központ alakulhat ki megyénkben, ahova azt gondolom, hogy nem csak környező településekről, de a megye határon túlról is érkezni fognak. A rendezvényen részt vett Revicki Gábor színművész is, akinek filmsorozata is van az erdőben, és ő a magyar erdők nagykövete. Az a célunk, hogy az emberek előítéleteit megváltoztassuk.
Tehát a civil embernek negatív elképzelései vannak az erdészetről. Ők csak favágókat látnak az erdőkben, az erdők pusztítóinak érzik és gondolják. Nem tudják, hogy valójában milyen nemes és fontos feladatot végeznek az erdészek. A vadászok úgy szintén. A lombkorona ösvényt a turisták által nagyon kedvelt egykori kőfejtőnél építették meg. A kör alakú, vörösre festett lombkorona ösvény átmérője 44 méter, teljes hossza 105 méter, a legmagasabb része 11 méter, amit mozgáskorlátozottak is igénybe vehetnek. Az építmény célja az élményszerzésen túl az ismeretszerzés is. A most elkészült beruházásunkkal is az erdők szerepével kapcsolatos ismeretterjesztéshez, társadalmi szemléletformálásához szeretnénk hozzájárulni, betekintést nyújtani a gerecsei kistáj kultúrtörténeti fejlődésébe, élő környezetének átalakulásába, mai arculatának kialakulásába. A szalagátvágás után a közeli vadászház panzió ünnepélyes átadása következett, amely közel 40 millió forintos kormánytámogatásból valósult meg, amelynek keretében felújították és modernizálták a panzió 12 szobáját, megszépültek a patinás épület közös belső terei is. Baleset megelőzési táblákkal igyekszik felhívni a figyelmet a dorogi rendőrkapitányság a motorbalesetekre. A Bajna és Tát közötti 1119-es útra kihelyezett figyelmeztető táblák hivatalos átadójára október 24-én került sor a helyszíneken és a bajnai közösségi házban. Ez a szerpentin az, ami az elmúlt időszakban a motorosoknak a legtöbb problémát okozta, hiszen számtalan személyisérésre járó balesetnél kellett kollégáimnak intézkedni. Ez a tába egy rendhagyó abban a tekintetben, hogy nem a hagyományos közlekedési jelzőtáblák képét adja vissza, hanem egy olyan a maga egyszerűségével igyekszik a figyelmét felhívni a motorosoknak a kanyar kombináció rejtette veszélyekre. Tájékoztatót tartott a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központról Esztergomban is a Magyar Turisztikai Ügynökség az országjárása keretében október 24-én. A helyi szálláshelyek vezetői és munkatársai megismerhették ezt az informatikai fejlesztést, amely az Unióban és a világ legtöbb országában már működik. A hoteleknek, panzióknak és egyéb szállóknak ezentúl kötelezően adatokat kell küldeniük a rendszerbe a forgalmukról, hogy az országos rendszerben ezt feldolgozzák és átfogó statisztikákat készíthessenek további fejlesztések céljából. A nagyobb szálláshelyeknek még idén, a kisebbeknek 2020. januárjáig kell regisztrálniuk a rendszerbe. A rendszer célja nem az, amit az ellenzéki média súlykol. Minden fórumon azt mondják, hogy az állam ezen az új valós és napraszkész adatokat gyűjtő szisztémán keresztül kívánja monitorozni az állampolgárokat. Nagyon fontos, hogy erre az ENTAK nem ad lehetőséget, mert kizárólag statisztikai célú adatgyűjtést végez. Gőzerővel folyik a Párkányi Vadasfürdő új élménymedencéjének építése, a beruházás költsége 1 millió 600 ezer euró. A munkák még az év elején elkezdődtek, nyáron szüneteltek, most gőzerővel halad az építkezés, hogy a következő szezon elejére be tudják fejezni. Az új látvány és élményelemekkel teli 1500 négyzetméteres medencében sodró folyosót, lassú folyót, hát- és derékmasszázsokat, víziröp és kosárlabdapályát alakítanak majd ki. A fürdő elsősorban a családoknak kedvez ezzel a bővítéssel. Úgy a sodró folyosó, vagy a víziröplabdapálya, vagy a vízikosárlabdapálya, én úgy gondolom olyan élményelemek, látványelemek, amelyek ezt a, azt mondanám, hogy a gyerekmedencéből kinőtt gyerekeket, tehát serdülőket, és azoknak a szüleit maximálisan meg fogja szólítani, és maximálisan örülni fognak ezeknek az elemeknek. Megemlékeztek Esztergomban is az 1956-os forradalomról és szabadságharcról október 23-án. Az esztergomi főtéren a Dobó Gimnázium tanulói idézték fel a forradalmi eseményeket, majd az egybegyűltek megkoszorúzták a Városháza falán lévő emléktáblát. Ezt követően a Művelődésházába várták az emlékezőket a Turay Ida Színház díszelőadására. Kötelez bennünket a múlt, a családba kapott értékrend, szüleink, felmenőink becsülete, 1956 hite. És hogy ebből nem engedhetünk soha.
Újabb nemzetközi elismerést szerzett a nagymarosi Nagy Gábor Gapkó chili szószaival nemrég. Az Egyesült Államokban megrendezett rangos versenyre több mint 100 termelő nevezett az USA 34 államából és a világ 10 másik országából. Gapkó egyik szósza arany, míg egy másik saját fejlesztésű készítménye pedig ezüstérmet nyert. Mindig megvan egy alapkoncepció, hogy nagyjából fejben eldől már, hogy mit szeretnék létrehozni, hogy milyen ízvilágot, milyen erősséget, mire lehessen használni. Aztán addig kísérletezek már az első főzésnél, még azt az ízt nem kapom vissza, amire azt mondom, hogy húha. A térség településein köztük Lábatlanon és Nyergesújfalon is megtartották az önkormányzati testületek alakuló üléseit október 21-én. Lábatlanon az új testület elsőként az önkormányzati választásról szóló beszámolót hallgatta meg, ezután az új polgármester Teller Péter és a testület tagjainak eskütételére került sor. Nyergesújfalon október 24-én tartották az alakuló ülést, ahol szintén esküdtettek a most megválasztott képviselőtestület tagjai, Mihelik Magdolna újra választott polgármesterrel az élen. Országúti túra és hegyi kerékpárosok vágtak neki az idei 7. alkalommal megrendezett Sturovo Budapest elnevezésű teljesítménytúrának október 19-én. Ajánlott útvonalakon mehettek végig a biciklisták, körülbelül 100 kilométerre legyűrése várt rájuk. Idén rendhagyó módon Esztergomból indult a mezőny. Az utolsó ellenőrzéseket végzik a biciklisek kerékpárjaikon a nagyút előtt. A Sturovo Budapest egy baráti összejövetelből lett sportesemény. Ez egy kötetlen teljesítménytúra, aminek szabályrendszere akár egy kulcstartóra is ráfér a szervezők szerint. Nincsen kötelező útvonal, ez olyan, mint egy teljesítménytúra, és ellenőrző pontokat kell csak érinteni. Megvan adva a cél. A rajton kívül a cél és a köztes ellenőrzőpontok. Ezen van ajánlott útvonal, de szabadon választható a teljesítés menete. Közel 50-en vágtak neki a túrának, az ország több pontjáról és a fővárosból is érkeztek jelentkezők. Én már a tavaly is részt vettem, akkor volt az első terep, ilyen gravel kategóriájú pálya benne, most ez egy kicsit durvább. Én igyekeztem egy kicsit előre megcsinálni a házit, és múlt szombaton is bejártam a pályát, és úgy ítéltem, hogy ez egy megfelelő kihívás igazából, és gyönyörű tájon megy keresztül, gyönyörű időnk lesz ma is, úgyhogy nincs is jobb, mint egy szombati örömbringázás. A három kategória biciklisei háromféle útvonalajánlattal megsegítve az esztergomi Erzsébet parkból indultak, majd Nagymaros felé vették az irányt, ahol átkompozva Visegrádra tekertek tovább Budapestig. Számos neves esztergomi polgár sírja található a belvárosi temetőben, közülük sokan meghatározói voltak városunk múltjának. Dr. Osvai László a Kolos Füzetek sorozatban megírta az esztergomi orvossírok történetét is, közülük is kiemelkedik dr. Gönczi Béla, akinek a sírkövén ez szerepel, a Vasari Kolos Kórház életre hívója. Az átadástól, tehát 1902-től 1933-ig volt az igazgató. Ilyen hosszú ideig senki nem igazgatta a kórházat. Gondoljunk bele, hogy milyen problémákkal küzdött meg. Ebben benne volt egy világháború, egy proletár diktatúra, hihetetlen gazdasági problémák. Ezen mind-mind túl tudott emelkedni, és ugyanakkor szakmailag és hihetetlen magas színvonalon dolgozott. A teljes beszélgetést a többi orvos sírról, köztük arról a megrázó sírfeliratról, ami dr. Lőrinczi József sírkövén olvasható, a Kommentár nélkül című műsorunkban nézhetik meg a kedves nézőink. Ezzel megköszönjük megtisztelő figyelmüket, friss heti hír összefoglalóval egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is, ha gondolják, látogassák meg honlapunkat a www.rtve.hu címen, illetve keressenek minket közösségi oldalunkon, ahol minden héten hétfőtől csütörtökig jelentkezünk Hírek egy percben című műsorunkkal. Most tartsanak velünk továbbra is, hiszen következik a Háttér legfrissebb adása. További kellemes napot kívánok, viszontlátásra!